Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispeás labdarúgó bajnokság első osztályának negyedik fordulójában olyan rangadóra került sor, amely talán az egész pontvadászat legpikánsabb mérkőzésének ígérkezett. A tavalyi bajnok C plusz V a tavalyi ezüstérmes Turul Line együttesével csapott össze. Nézzük a találkozót! A Városi Kispeás bajnokság első osztályában a negyedik fordulóra került sor, és rögtön egy rangadó C plusz V Turul Line bordóban, a C plusz V kékben pedig a Turul Line. A C plusz V a tavalyi bajnok balról jobbra támad a képernyőn, még ellenkező irányban a Turul Line. Az a Turul Line, aki tavaly előtt nyert bajnokságot itt az első osztályban, majd a C plusz V ezt tavaly überelte felül, és most a két vetélytárs gárda csatázik egymással. A tavalyi bajnokságban a C plusz V, mint mondtam, nyerte a bajnokságot, és második helyen végzett a Turul Line meglehetősen szoros csatában. Kovács vezeti fel a labdát, illetve kis volt elnézést. A másik kis Gábor, aki fél év után igazolt vissza a Turul Line-ba, korábban a Fapados sörözőben játszott. Az idei bajnokságban mindkét együttes három fordulón van túl. A Turul Line az első fordulóban 3-1-re verte a Bádogost, a másodikban 13-3-ra a Fedélt, és a harmadik fordulóban pedig a Széphőszeder ellen nyert 7-2-re, tehát ők eddig 100%-osok. A C plusz V a harmadik fordulóban bukott, a Fedél Kft-től szenvedett 4-1-es vereséget. Előtte két győzelemmel rendelkeztek. Pott a labdával. Diszlő rúgja ki. Ebből rögtön fordul a Turul Magda. Kis Robertet próbálta játékba hozni. Kis Gábor vágja vissza a labdát. Aztán Diszlő Péter hozhatja vissza a játékszert az ölében. Horváth. Bajda nem tudta elvinni a labdát kis Robert mellett. Magda. Mayer szerelte. Magda. Pott könnyedén szabadít fel, aztán Vajda Gusztáv vágta előre, Mayer próbált a játékba hozni. Kis Gábor füllelte le az átadást. Mayer bedobása. Pott érkezett és a kapufára fejelt. Balló. Molnár, Diszlővéd óriási. Molnár Tamás a harmadik fordulóban a Széphőszeder ellen szépségdíjas gólokat szerzett. Egyébként az egész Turul gárda ilyen találatokkal szórakoztatta a közönséget. Müller. Kis. Horváth Zoltán szerelte. Kis. Diszlő kirúgása, Mayer köccintése pedig pontatlan volt. Kis Gábor. Kis. Balót szerelte együttes erővel Vajda Gusztáv és Horváth Zoltán, ám szabálytalanul. Kis Robert végzi el a szabadrúgást. Molnár a túloldalon. Magda.
Kriszti húzza le a levegőből a játékszert, aztán indítja rögtön Vajdát. Egy távoli lövés elakad Kis Gáborban. Egyenlőre csapkodó játék, 5 perc játék után, különösebb helyzet nélkül Potnak volt a kapufája. Azon kívül említésre méltó akciót még nem láthattunk. Ismét Vajdát szerelték. Vajda Gusztáv is megfordult. Már patinás nagy csapatoknál, a Videotonban nevelkedett, aztán a Gáz Szerep című is rúgta a labdát. És már is az első félidő 6. percében egy kis kakaskodás és kiállítás mindkét oldalon. A Cséplüszé oldalán Horváth Zoltán, a Turó oldalán pedig Molnár Tamás, aki 2 perces kiállításra szorul, kényszerül. Igen, feszült hangulatú találkozónak nézünk elébe, hiszen 2 óriási rivális a pályán egymással szemben. Mayer hozza a labdát, és tartja jól. Müller. Pott. Mayer. Nagy lövés a kapu mellé. Kis. Müller. Biszlini rúgja ki. Némi szerencsével Mayer elé kerül a labda. Forgolódik vele, aztán Müllerhez passzol. Aki elesik a 9-es vonal előtt. Kecsegtető pozícióból jár a szabadrúgás a Cséplüszé javára. A turul kapujától mintegy 8,5 méterre. Mayer a labda mögött. Ott lövi el, kapufa! Fekete elvetődött ugyan, ám tehetetlennek bizonyult. A kapufa azonban a segítségére sietett. A Cséplüszé másodszor vette célba a turul kapuját és illetve kapufáit. Farkas. Kis. Paral. Vajda szerelte. Vajda Gusztáv indul meg. Nem érkezett játékos társ. Kis. Farkas. Paral nem tudta átvenni a labdát. Kivezette az alapvonalon túlra. A 9. percben járunk, 0-0 mérkőzés állása. Müller. Vajda. Balló szerelt. Szabálytalan volt a megmozdulása. Pott. Ott ismét 3 ember között nem tudta játékostárshoz passzolni a labdát. Kis. Mayer szerelte.
szabadulás a Cséplőszél javára. Kis Gábor. Távolról lövi el, nem is volt rossz. Nem sokkal ment a kapu mellé. Ott fejeli haza. Miután a Cséplőszél megnyerte a tavalyi kiírást, a tavalyi pontvadászatot, így jogot nyert arra, hogy ő induljon 2001-ben a bajnokok tornáján, amit idén Pécset rendeztek, miközben Pótlőtt váratlanul Fekete azonban a helyén volt, és a Cséplőszél a harmadik helyet szerezte meg ezen a tornán. A pécsi közönség legnagyobb elismerésére. Balló. Kis. Horváth állta útját a labdának, aztán Farkas Pista és Müller ütközött. Farkas István a Turul csapat vezetője egyébként. Pot volt szabálytalan a 9-es vonalon belül. Lerántott a Ballót. 12. perc, 0-0. Farkas gurította le, Kis Gábor lőtt, levágódott a labda, és Magda lövését pedig diszlihárította vetődve. Kis Robert, ismét diszli, aki hárít. Vajda nem tudta megszerezni. Vajda Gusztáv mellel vette a labdát, aztán félfordulatból lőtt ballal, messze a kapu fölé. Kis. Egy másik labda is a játéktéren, és mivel a kispályás labdarúgást a nagypályáshoz hasonlóan egyetlen labdával játsszák egyszerre, így meg kellett állítani a játékot, az időt, és játékvezetői feldobással folytatódhatott a küzdelem. Ott. Parag. Még mindig ő. Ott bedobása következik. Vajda csúsztatta tovább. Diszlő. Ott kirúgása. Kis Robert. Balló kapja, nagy labda, Balló még, egy emelés a kapu mellé. Óriási lehetőség volt, Farkas István adott egy rendkívüli paszt Ballónak, aki higgadt megoldást választott, azonban labdája célt tévesztett. Ugye a 15. percben még mindig 0-0 a mérkőzés állása. Balló jól rázta át, hámozta át magát Horváthon. Annak kapura már nem tudott veszélyes lenni.
Disztú. Kis Gábor ért kézzel a labdába. Jogos a szabadrúgás a Csépülsz féljonára. Májer a labda mögött. Most Müllert választotta, fekete véd. Müller a rövid sarkot vette célba. Fekete azonban a helyén volt. A labda a reklámtábla mögött. Így kisebb szusszanásnyi idő a játékosok számára, amíg az visszakerül a játéktér közelébe. Ez megtörtént, és jöhet a szöglet. Májer nem volt erő lövésben. Kis. Molnár. Parall. Jól tartja a labdát, aztán Molnártól kapja vissza, szép játék volt. Horváth. Májer. Farkas. A Csépülsz fődob. Pott. Nagy bedobás át a túloldalra. Fekete kísérte az akciót. Vajda lövését hárította. Kis. Molnár. Farkas. Ott. Parall fejelte vissza. Kis Róbert. Fekete lépett ki a kapujából jókor. Illetve Diszlő Péter, elnézést. Parall. Molnárt állítja meg Müller. Kint volt már a labda azonban. Diszlő Péter a labdával a videóton, mikor kitűnő hálóőre. Kis. Két kis játszott össze. Vajda jól fordult le, aztán Pottnak passzolta a labdát. A csarokkal próbálta átvenni, lekezelni a játékszert. Ez nem sikerül. 19. perc 0-0. Pott bedobása. Horváth fejjel vissza, Vajda késett le egy picit hajszállal. Így kimaradt ez a lehetőség is. Kis Róbert. Karsai. Diszlő kidobása. Vajda megszelídíti a labdát, aztán Karsai szereli könnyedén.
5 perc van még hátra az első játék részből. 0-0. Maier bedobása, Horváth Zoltán fekete lábbal véd. Bedobás lett a dologból, most Horváth dobja be, Maier lő egyből. Vajda. Májert szerelték. Kis Robert indul meg. Karsait próbálta játékba hozni. Viszul jókor lépett ki kapujából. Paral. Molnár. Paral. Vajda. Diszlő és Pott a labda útja, majd ismét Diszlő Péter támadták, ki kellett rúgni a labdát. Kis. Molnár. Maier lépett közbe jókor. Nem sikerül elcsípni a labdát, csak most. Kis lövi rá, óriási védés. Szép lövés és parádés védés. Molnár és Diszlő Péter mutatta be. Molnár szögülete. Középen Kis Gábor elesik, Maier pedig kicsúsztatja a labdát az oldalvonalon túlra. Karsai bedobása. Paral. 22. percben járunk. Vajda dobhatja be a labdát. Inkább ott hagyja. Érkezik Maier. Vajda. Maier László. Szöglet. Nem. Egy szabad rúgás a Csépülc féljavára. Maier a labda mögött. Amikor 2,5 perc van hátra az első játék részből. Levágódik Kisről, és a másik Kis, Kis Gábor indul meg vele. Horváth Zoltán keresztezett még a turul tér felének közepén. Kis Gábor egy kapáslövéssel próbálkozott, az messze elkerülte a Csépő szélkapuját. Ott. Ilyen nagy lehetőség volt, kaparodás a kapu előtt. Kimaradt a Csíkúszvé helyzete, aztán Fekete és Maier nézeteltérése. Pott fejelt kapura, Fekete másodszor vette birtokba csak a labdát, aztán Pott Sándornak magyaráz. Molnár szépen vette át a labdát. Nagy játék és szép gól. Rendkívül ügyesen hozta fel a labdát, ha a turul, és Molnár passzából Kis Róbert volt eredményes, 1-0 tehát a turulány javára a 24. percben. Ezt nagyon tudja a turul, a gyors felfutásokat és a sakmat helyzet kialakítását az ellenfél kapuja előtt. Ezt ismét bemutatta a kékmezes gárda. Aztán a játékvezetőnek
Horváth Ferenccel kell megvívnia a Cseh plusz V kapitányával. Horváth. Pott. Molnár. Félpályáról lőtt el a kapu mellé. Az utolsó perc kezdődik az első fél időben, illetve már le is telt. Ez tehát a fél idő eredménye, Cseh plusz V Turullán 0-1. Második fél időben útjára indult a labda, most ellentétes irányba támadnak a csapatok, 1-0-ás Turul vezetésnél. Karal és Magda adogat hátul, megpróbálja kihúzni magukra, húzni a Cseh plusz V játékosait, hogy abból indíthassák támadásukat. A Turulnak most nem sietős, ugye, hiszen vezetnek. A Cseh plusz V pedig vár arra, hogy kezdeményezzen ellenfelük. A kereken 1 perc telt el, úgyhogy a Turul csak hátul adogatott. Most Vajda lépett közbe. És megkezdte a támadást, a Cseh plusz V meg is zavarta a kétmezes védőket. Müller bedobása, Vajda nem sokkal ment mellé. Magda kirúgása. Kis Róbert a gólszerző. Molnár. Müller szerelte. Kis szerzi vissza. Most szabadul fel a Cseh plusz V kapuja. Vajda! Hát ebben a lehetőségben több volt. Kis. Magda. Karal. Viszli érkezett ki a kapujából, és fejjel tisztázott. Farsai. Karal Bálint. Molnár. Magda előre. Ott. Horváth Zoltán. Ott nem volt játékos társa, ahol ő rúgta a labdát. Arra számított, hogy Vajda befut az üres területre. A Cseh plusz V 5-ös számú játékosa nem így. Most Vajda szerez labdát. Ballal lő, kerezve a kapu adott a kapu mellé.
Magda. Harsai. Mellé. Pott. Vajda. Egészen hátra diszlinek. Mindjárt. Jó elképzelés, Horváth Vajdához passzolt volna, vagy fejelt volna. Itt gondolom már a kaput is megcélozhatta volna. A C+V játékosa. Magda. Müller lépett közbe keményen. Parall. Fekete. Mindjú bizonytalanság. Aztán felszabadul a körül kapuja. Magda. Még mindig ő. Mellé. Hatodik perc. 1-0-ra vezet a túró. Horváth. Magda. Májer szerzi meg a labdát. Horváth. Vajda. Szabad rúgás a bordó neveseknek. Kis Robert. Robert tolta odébb a labdát. Közben egy kiállítás is, ha jól látom a turgónál. Igen, tehát 2 percig ember hátrányban játszik. A turgóján. Fekete érkezik ki a kapujából. Hogy a labdát a helyére helyezze. Parall. Nem volt pontos a kirúgása. Diszti. Miller. Mayer. Miller. Keményen lőtte a kapu elé a labdát. Nem jött bele senki. Csupán egy túl láb. Mayer. Inkább dobja, aztán mégsem. Mayer még a labdával. Ott. Disznivéd, vidat, feketevéd. Szóvet után Müller a labdával. Mayerhez passzol. Müller. Ott. Szép játék volt. Hogy Sándor nem találta el a kaput. Második félidő, 8. perce. 1-0-ás Türül vezetés. A C+V most nagyobb ellenállást tanúsít. Szinte végig nyomás alatt tartja a Türül kapuját. Olykor-olykor kiszabadul. A Türül lány. Akkor Diszi Péter van a helyén. Mindez eddig a második játékrész összegzése. 8,5 perc után. Horváth. Pott.
Kis Gábor csúsztatta ki szögletre a labdát. Aztán a játékszer egy pillanatra elveszik a tőfémcsarnok rengetegében. Miller. Letelt a trió kiállítása. Balgó. Magda. Müller. Mayer. Mayer nézi, hogy kinek lehetne passzolni a labdát. Horváth Zoltánt választja Pott. Tíz perc telt el a második fél időből is. Fekete. A másik hálóért Diszli dobja ki a labdát Mayer. Horváth. Mayer. Müller. Horváth szeridíti meg. Vajda. Balgó lépett közbe. Vajda bedobása. Müller egyből nem találta el jól a labdát. Kis Robert. Paraj. Magda. Kis Gábor. Parajtól kapja vissza. Aztán Müller szerelt. Kis Gábor. Diszli véd. Az ismétlés már nem tudta hárítani. Nem lépett közbe senki. És 2-0 már az eredmény, gólszerző Kis Gábor. Mindez a második félidő 12. percének történése. Müller. Kis Robert szerelte. Őt pedig Mayer állította meg. Magda. Paraj. A második félidőben a Csépuszé végig támadott. Szinte csak a Turulány tér felén volt a labda. Aztán egy gyors kontrából újabb gólra tett szert a Turulján. Ott. Mayer fejeli vissza. Halló. Kis Robert. Müller. Horváth. Balló.
ott állt a útját a lövésnek. Vajda jó volt a csel, az elképzelés nem volt rossz, azonban a labda már Müller mögé érkezett. Kis Gábor bedobása. Kis Robert. Ballónak tovább. Baldó a bal oldalon. Müller vele szemben, Baldó pedig gyenge passza. Aztán még egy bizonytalanság. Liszti Péter végül megkaparintotta a labdát. Vajda. Karal szerelte. Negyvenedik perc. 2-0-ra a Turul lány vezet. Magda. Kis Gábor. Balló. Balló előre. Meglehetősen kiszorított helyzetből vállalkozott lövésre a Turul játékosa, az elkerülte a kaput. Ott új játékos közben a Csépviszé csapatában Vadász Imre, majdnem elérte a labdát. Vajda helyére állt be Vadász, talán nagyobb szerencsével jár gólszerzés tekintetében. Ott Horváth. Vadász. Vajda is a pályán. Most éppen ők rúgták fel. Magda volt a vétkes. Májára labda mögött a szabadrúgásnál. Aztán így a bajjal, de felszabadítanak a Turul védői. Ez csak időreges, hiszen Mayer dobhatja be a labdát a kapu elé. Nem tette. Horváth. Ott. Harald. Balló. Karsai. Jól vette át, aztán Ballót hozta játékba. Harald, még mindig ott a lehetőség. Kis Robert. Aztán Karsai szabadít fel. Negyvenharmadik perc. Csépviszé Turul lány 0-2. Horváth. Ott. Horváth kapja vissza. Vajda jól fordult leérzőjéről. Aztán beadása már pontatlan volt. Fekete kidobása. Harald. Balló szabadít fel. Vadász felé szállt volna a labda a bedobás után, a Horváth Zoltán Vajdát választja. Mayer próbálta a kapura paskolni a labdát. Vadász dobhat.
kis. Baldó. Kis Robert. Vadász belobása. Vajda. Mellé lőtte a labdát. Vajda Gusztávi ószerző megősegyesen tartja a játékszert a kapu előterében, azonban a befejezéseknél rendre hibázik. Vadász. Müller. Aztán szoktatta magát. 45. perc. 5 perce van tehát a csíkluszének arra, hogy kiegyenlítse a találkozót, vagy esetleg a szépítő gólt megszerezze. Vadász. Müller. Paralgolt szabálytalan. Müller végezheti el a szabadrúgást a turul kapujától 10 méterre. Müller visszavágódik hozzá a labda, majd a szerzőnek hátra kapunak, most fordul csak meg. Így már Balló visszaérkezett. Visszarendelik a labdát. Horváth szöglete. Milyen lőtt? A kapu nem lőtt. Negyven hetedik perc. Vadász. Fekete kidobása. Egyenlőre jól érzi előnyét a Turul Line. A Csépuszvé nem tud mit kezdeni a megszerzett, mert a felvezetett labdákkal. Ott. Vajda. Nagy lövés, nagy kapufa! Itt volt a szépítési lehetőség, és Vajda Gusztáv megint csak nem járt szerencsével. Ott. Kis Gábor lépett közbe. Horváth. Karsai. Balló. Diszli. Ott tartja a labdát. Horváth. Kis Robert fordulhat. Vadász csapja be a csellel. Aztán Karsaihoz passzol. Érkezik Balló, aki az oldalhálót találta el. Fekete kapus dobja ki a labdát. Müller. Horváth. Ott lépte át. Vajda cselezget. Szerelte őt Farkas. Karsai. Farkas. Diszlivé. Farkas komótosan sétál a sarokpontra,
aztán középre passzol kis Robert pedig a kapu mellé lő. Az utolsó perc kezdődött el a találkozón. 2-0 a Turul javára. Vajda levágódik lövése. Nagy gól. Farsai vette át a labdát, a 9-es panelnál lépett 2-t, aztán 6 méterről ballal lőtte ki a bal felső sarkot. Tehát még az a mérkőzés utolsó percére is marad érdekesség, hiszen Karsai góljával már 3-0-ra alakítja a mérkőzés állását a Turul lány. Ez volt a kegyelem döfés, én úgy érzem a Csépuszfé számára, hiszen a rendes játékidő ebben a pillanatban lejárt, most már csak a hosszabbítás másodpercei következhetnek. Még Müller lövését hárította fekete, aztán a szöglet. Vadász lövése pedig célt téveszt. Úgy, ahogy eddig a Csépuszfé minden próbálkozása ezen a találkozón. És ez volt az utolsó momentuma a mérkőzésnek, tehát a végeredmény Csépuszfé Turul lány 0-3. Kis Róbert, Kis Gábor és Karsai Márk voltak eredményesek a találkozón. Az első fél időben még kiegyenített játék folyt a pályán, a másodikban már a Csépuszfé uralta, irányította a játékot, ám mégis a Turul szerzett gólokat a kontrakcióból. Tehát a végeredmény Csépuszfé Turul lány 0-3. A Turul lány tehát továbbra is veretlen, és már csak két csapat viselheti ezt a jelzőt, a Blue Hétfő a másik együttes. De nézzük, mi történt a negyedik fordulóban. Az összefoglalók következnek. A fészeképítők azzal a klubfecával találkozott a Vok parkettáján, amely együttes csupán egyetlen csapattól szenvedett vereséget. Az építők reményeit az éltette, hogy a feca éppen egy újonc a Cooper ellen hagyta el a játékteret pont nélkül. A fészek mindent meg is tett, hogy csatlakozzon sorstársához, s izgalmas, változatos gólokban gazdag mérkőzést vívott. A klubfeca rutinja azonban ismét diadalt aratott, s a fehérmezesek 6-5-re nyerték a mérkőzést. A Fedél Kft. Cooper SC összecsapásra a nagyiramú játék volt jellemző. Az első percekben a nagy küzdelem mellett helyzeteket is kidolgoztak a csapatok. Az újonc Cooper szerzett vezetést, ám előnyét nem tudta sokáig tartani. A Fedél Kft. Látványos akciókkal játszotta át ellenfele védelmét, s egy-eggyel fordultak az együttesek. A második félidőben a fehérmezes Fedél diktált, és olykor a Cooper védelme segédletével 3 gólos előnyre tett szert. A mérkőzés vége előtt a Cooper még szépített, azonban már nem veszélyeztette a Fedél győzelmét. A találkozót 4-2-re nyerte a pályaválasztó. Ezt a meccset hozni kellett volna, hogyha odafigyelünk és visszállunk védekezni. Hát rosszul játszottunk, nem védekeztünk, és kaptunk 3-4 gólt. Ha így folytatjuk, akkor sok jól nem számíthatunk ebben az osztályban. Úgy érzem, a Fedél hiába szerzett 4 gólt, azért egyenlő partnerek voltatok. Hát igen, szerintem is ugyanúgy játszottak, ahogy mi, csak hát kihasználtak a helyzeteiket. Igyekszünk minél jobban produkálni meccsről meccsre, hogy összeáll a csapat, megpróbáljuk, hogy minél följebb végezni. Milyen volt ez a mérkőzés belülről? Hát szívós volt az ellenfél nagyon, úgyhogy meg kellett szenvedni ezért a győzelemért. Szerintem nagyon jól játszottak, jól védekeztek. És a másik fél szerintem erről fölén javunkra döntött. Több cserénk volt, többet tudtunk variálni egy kicsit. Szerintem ez a javunkra döntött a mérkőzést. A Galon Kft. Bombon volt találkozón a papírforma érvényesült. A mérkőzés első fél idejében már fényderült arra a tényre, hogy a zebramezes Galon nem ezen a találkozón szerzi első bajnoki pontjait. A Bombon volt már 4 gólt rámolt be ellenfele kapujába, amikor a Gallon szépíteni tudott, sőt, még ugyanabban a percben újabb találattal lépett közelebb a Bombonhoz. Fordulás után a kékek szinte esélyt sem adtak a sereghajtónak, és közönség szórakoztató játékkal 15-3-ra nyerték a találkozót. Most úgy látszik, kezd belelendülni a csapat. Mondjuk a mezőnynek a hátsóbb régiójával játszottunk a bajnokság elején, kivéve a Fapadost. Azokat sajnos nem sikerült megverni, de úgy gondolom, hogy ez az utolsó 3 mérkőzés ez nagyon jó volt, jól sikerült, kezd összeállni a csapat, és hát látszódott is, hogy ilyen sok gólt nehezen lehet rúgni, hát sikerült, hál' Istennek. Nem voltatok egy súlycsoportban ezen a mérkőzésen a Bombonnal? Hát nem, sajnos az elején
olyan hibákból kaptuk a gólokat, ami igazából elkerülhető lett volna. Jó csapat a Bombon, kicsit talán az eredmény nem igazán tükrözi, de a mérkőzés alapján mindenképpen megérdemelten nyertek. Mikor várható az első pont? Hát igazából minden meccsre úgy jövünk, hogy nagyon szeretnénk. A sorsolás szerencsére úgy, mint egy kicsit elkerült bennünket. Mindjárt jó csapatokkal játszottunk, bár itt nagy különbség nincsen az első osztályban. Hát úgy érzem, hogy javulnunk kell, azon vagyunk, igyekszünk hozni a többi mérkőzést. Az idén feljutó Széphő Szeder a még csak egyetlen ponttal rendelkező Sümi és barátaival csatázott. A találkozó első perceiben a puhatorozás momentumait követően a Széphő Szeder támadott többet, ám még a kiadhatatlan helyzeteket is elpuskázta, eközben a Sümi megszerezte a vezetést. A gól után is a fehérmezes Szeder percei következtek, és egy védelmi hibát kihasználva egyenlített is. Ekkor a Sümi komolyabban vette a találkozót, és egy szöglet után ismét egy gólos előnyre tett szert. Fordulás után a pirosmezesek higgadt offenzíva hadjáratba kezdtek, s növelték előnyüket. 5-1-es hátrányból a Széphő mindent egy lapra feltéve támadott, s végül felzárkózott. Az egyenlítésre azonban már nem maradt ideje, így a meccset 5-4-re nyerte a Sümi. Ha az elején kicsit komolyabban vesszük, akkor talán meg lehetett volna hozni a mérkőzést, de sajnos mindig ugyanez van. A múltkor is éppen a végére tudtunk feltámadni. Hát ha legközelebb jobban összpontosítunk, akkor talán több lehetett volna, vagy több lehet a folytatásban. Mi kellett volna még a jobb helyzet kihasználáshoz? Be kellett volna lőni. Igazándiból a helyzeteink megvoltak, bár meg kell valami, az ellenfélnek is megvoltak a helyzetei. Hát sajnos így sikerült, de talán meg legközelebb. Szerintem most nagyon jól játszott a csapat. Minőségi cseréink voltak végre először ebben az idényben. Hát nagyon örülünk a győzelemnek. Remélem fel tudunk zárkozni a középmezőnyhöz. A vége azért elég meleg volt. Hát igen, a biztos vezetés tudatában már fejetlenül támadtunk, nem jöttünk vissza, ebből kaptuk a gólokat. Lényeg a győzelem. Így van. Az eddig még veretlen és remekül szereplő Blue Hétfő az egy győzelemmel rendelkező Korallal találkozott. A mérkőzés elején mindkét oldalon sok helyzetet dolgoztak ki a csapatok. A félidő derekán a Korall szerzett vezetést. A gólt követően a Blue Hétfő futott az eredmény után, de nem tudta bevenni ellenfele hálóját. Fordulás után is a Blue Hétfő irányított, azonban a fehérmezes Korall masszívan védekezett, és olykor veszélyes ellentámadásokat vezetett. A Hétfő próbálkozásai eredményre vezettek, és kiegyenlítette hátrányát. A mérkőzés utolsó perceiben Fortuna a kékmezesek mellé állt, és az áldott Istenasszony segítségével 2-1-es győzelemmel vonulhattak le a pályáról. Az egy pontot megszolgáltuk volna szerintem. Hát egy buta hiba, hát most ezt elfutott mindenki, és sajnos ezt kihasználták. Ezt tudom mondani, ez szerintem egyforma ellenfél voltunk, tehát partiba voltunk. A továbbiakban? Hát megpróbáljuk a következőn, hát most nem tudunk mit mondani. Ez mindig ez egy játék, de megpróbáljuk mindig az eredményt hajszolni mi is. Azt hiszem, hogy örülnénk el nagyon, főleg itt az utolsó pillanatokban sikerült ez a, hogy úgy mondjam, mázistagot megszerezni, de hát nagyon bíztunk a győzelemben, és hát azért a mérkőzésen is már úgy volt, hogy megszerezhettük volna ezt a győzelmet, de hát gratulálok az ellenfélnek, nagyon jól játszottak, de a röfögős dolog az most mellettünk volt. Igen, hát én is úgy érzem, hogy az X-et megérdemelte volna talán a másik együttes. Hát mindenféleképpen, de hát majd minden bizonnyal talán vissza fognak nekünk vágni a következő szezonban. A Mercurius Tours bádogos mérkőzésen nem kellett sok idő a pályaválasztónak, hogy bevegye a bádogos kapuját. Az első félidőben a zöldmezes alakulat képtelen volt bádogfalat emelni kapuja elé, az ellenfél lövéseit megakadályozván, így a Mercurius futószalagon termelte góljait. A második félidő elején a bádogos masszívabban védekezett és bátrabban támadott, ám olykor játékosai elől maradtak, így a piroskékek tovább növelték előnyüket. A végeredmény 8-0 a Mercurius Tours javára. Remélem sikerül az élbolyba végeznünk, az a célunk, hogy az első háromba végezzünk, hát ez kellett, ez a győzelem, és jó játékkedve játszottunk, hát örülöttnek, hogy sikerült kétszer, nekem is betalálni, hogy több gólpaszt is adtam, nem tudom, de jó sikerült ez a mai nap, úgy éreztem. Ez volt az, amikor bármeddig játszottunk volna, nem rúgtunk volna a labdába, hát ez nagyon félre sikerült nap volt, reméljük lesz jobb is. Azért nem adjuk föl, mert nincs annyira csüggedés, csak hát ez így jött össze, hogy az ellenfél teljes mértékben mindenhogyan jobb volt, jobbat tudott produkálni. Nézzük tehát az első osztály negyedik fordulójának eredményeit. C+V Turulány 0-3,
Fészeképítők, Klubfeca 5-6, Fedél Kft. Cooper SC 4-2, Gallon Kft. Bombombolt 3-15, Sünés Barátai Szép Hőszeder 5-4, Korral Blue Hétfő 1-2, Mercurius Tours Bádogos 8-0. A bajnokság jelenlegi állása a következő: első a Klubfeca 15 ponttal, igaz, ők 6 mérkőzést játszottak, második a 100%-os Turulány 12 ponttal, és harmadik a Blue Hétfő 10 ponttal. Negyedik a Bombombolt, ötödik a Fedél Kft., hatodik a Mercurius Tours, hetedik a Cség Plusz V, nyolcadik a Cooper SC, kilencedik a Fészeképítők, tizedik a Szép Hő Szeder, a kieső pozíciókon pedig 11. a Sünés Barátai 4 ponttal, 12. a Korral 3 ponttal, 13. a Bádogos 1 ponttal és 14. a Gallon Kft. 0 ponttal. Nézzük az 1B harmadik fordulójának eredményeit. Fehérvár Horgászbolt, Shellgáz 8-1, Dekkebau Elese, Truck Trailer SC 3-1, Zöldker 96 Kft. Vízmű VT Transman 3-6, Fevita, Ságépítő RT 5-3, Lánkászköfém 2, MÁV Gépészet, Alba Kerámia 57 Kft. 6-9, Maratonsport, Más Tészta 2-0, Hungária Taxi, Polyák BT 2-5. A bajnokságot jelenleg a MÁV Gépészet vezeti 12 ponttal, ők 4 mérkőzést játszottak, második a Fevita 9 ponttal, harmadik a Vízmű VT Transman szintén 9 ponttal, negyedik a Dekkebau ugyancsak 9 ponttal. Ötödik a Polyák BT, hatodik a Ságépítő RT, hetedik a Zöldker 96 Kft., nyolcadik a Fehérvár Horgászbolt, kilencedik a Truck Trailer SC, tizedik a Maratonsport. A kieső helyeken 11. a Lánkászköfém 2, 12. a Hungária Taxi, 13. az első osztályból tavaly kiesett Más Tészta, és 14. a Shellgáz 0 ponttal. Tehát a negyedik fordulóban a sok más történés mellett gólcsúcs is született, ugye a Bombombolt érte el ezt a sikert. A kispálya legközelebb jövő hét szombaton jelentkezik, ismétléssel vasárnap 16 óra 15 perckor jelentkezünk. Kérem, tartsanak velünk, a viszontlátásra!